Már félúton járunk az első művészek világa teljesítve, a második békefenntartók világa teljesítve, és a harmadik varázsbányászok világa is készen van. Elérkeztünk a negyedik világunkba, a szörnyidézők közé. Sziasztok, én Peti vagyok, és üdvözlök itt mindenkit egy vadonatúj Spyro Reignited Trilogy videóban. Hogyha te is vártad már a következő világot, a folytatást, akkor egy lájkot dobhatsz, és mindennapi platformer játék videókért feliratkozhatsz. Itt vagyunk ezekkel a nagyon király kis ellenfelekkel. Ez az otthonvilág 300 drága követ és 2 darab sárkányt rejt el nekünk, illetve van még achievement trófea is, amit össze fogunk gyűjteni. Ide lenézünk, hát ide nem lehet leesni, de majd odafigyelünk még, hiszen vannak rejtélyek, titkok a pályán, de az összegyűjtéshez ezekre is szükség van. Na lát. Tehát ezek az ellenfelek úgy támadnak, hogy oda csap a sokkolóval a földre egyet, és akkor ez a platform elektromossá válik, ezért nem szabad nekünk rálépni, viszont ők ott maradhatnak, de oda jövünk és majd elintézzük, nem lesz ebből probléma. Itt van az első sárkányunk, aki Bruno, őt kiszabadítottuk, és lássuk csak, wow, Nestinor miatt a mocsorunk egy elektromos szeméttelep lett, pedig régen olyan gyönyörű volt. Hát ebben biztos igaza van. Opa, biztos az volt. Sajnos ez most ilyen lett, de én úgy gondolom, hogy visszaállíthatjuk valamilyen szinten. Itt van a rég múlt falva, a jó kis pálya, és akkor majd azt is teljesíteni fogjuk természetesen. Tényleg milyen szép ez a mocsár. Na, jól néz ki, jól néz ki, én azt mondom. Hoppá, ott van nekünk az első kis világító. Látjátok alapfent azt a gombát? Na, abból kell nekünk 5-öt megtalálni ezen a pályán, vagy ezen az otthonvilágon belül, mert a trófea és achievement azt kéri, hogy 5 darab olyat tüntessünk el, vagy hát így lánggal rá kell fújni. Az lesz majd az utolsó, ugyanis láthatjátok, hogy ott van nekünk a hőlégballon, amihez utoljára megyünk el, tehát ahhoz az az utolsó. Úgy kerüljük meg az egész pályát, mintha egy ilyen kör lenne, úgyhogy addig nekünk a további 4-et meg kell találnunk. Ködös lábpálya van még ott, itt a nagy vaddisznó mellett. Csúhú, komolyú néz ki. És itt pedig a második sárkányunk már is megvan, akkor halljuk, ő mit mond nekünk, Cletus. Ő is egy szörny idéző, Spyro, de jó újra látni. Most viszont mennem kell. Hát ez ennyi, hát jó. Ha menni kell, akkor menni kell, szevasz. Oké, na így gyűjtsük össze még a drága köveket, mert itt még vannak. Ide bent Cletusnak a kis házikójába is. Itt mögött a házikója, hopp, egy ellenfél. Oké, más viszont, más nincs. Hát ezek a drága kövek, ezek igen. Nézzük csak, aha, ide le lehet esni. Lássuk, itt van a vadrepülés pálya. Ez a repülés pálya mindegyik ilyen otthonvilágban van. Repülős, és hogyha meg... Oké, itt van az első gombánk, akkor ezt így tüzeljük el, és menjünk ki. Oké, innen pedig látom a portál mögött, ott van, tehát itt már voltam a ködös láb pályánál, de ott van megint. Tehát akkor a vadrepülés pálya mögött, ködös láb pálya, lehet akkor mindegyik. Vagy az elsőnél nem volt a legelsőnél, na nem baj, majd meglány. Új, de lehet, hogy neki kellett volna szaladni. Azzal biztonságosabb lett volna, hogyha mondjuk így ugrok, de a lényeg, hogy így sem estem le. Vagyunk egy nagy fánál, na ezt meg tudjuk kerülni, és arra tovább tudunk menni. Akkor nézzünk szét erre a drága kövekért, az ott nem, azok sima gombák, itt van egy csillogó-villogó gomba, ez hát szintén majdnem így a lombkösség mögött, hát nem pontosan a portál mögött, de azért tényleg mögötte van, várjál, erre inkább biztonságosabb megkerülni, van még néhány drága kő, és ott pedig tudom valamilyen farönkökön majd lesznek még, de lehet, hogy az nem az a farönk, hanem egy másikhoz kell elmenni. Nézzünk csak szét, metálfej lesz itt a boss, egy életet elkérek, és akkor vannak itt még ellenfelek, ebbe beleesni nem lehet, viszont egy kulcsot ide majd kérek. Jó, ott lesz, ott van egy gomba majd, ahogy metálfej és portál mögött, hát tényleg így a portálok mögött van. Győzzük le ezt az ellenfelet, ott a farönkön nem, azon sem, de ott a távolban, ott vannak a farönkökön. Jól emlékeztem én, hát a PlayStation 1-en játszottam, nem igaz, nem mostanában, de az igaz, hogy sokat játszottam kisba rajta, habár innen nem tudok odaugorni, szerintem majd a másik platformot fogom használni, ezt az ellenfelet is akkor legyőzöm, és innen, nem, szerintem onnan fentről
inkább felmegyek, majd minél magasabbról teszem ezt meg, ezt az ugrást, mert úgy biztonságosabb, és akkor majd innen tudunk menni, hát még most nem megyünk sehova, de akkor ezt a gombát ezt így eltüzelem, ott van a metálfej, menjünk fel, mert itt még vannak drága kövek, ezen az oldalt nem látom, de itt viszont igen, majd innen elrugaszkodom odáig, csak először akkor itt van még a gomba, és hogyha minden igaz, igen, öcsém ment feloldva, Mushroom Hunter, ez volt az ötödik ilyen gomba. Innen pedig akkor, ja, már is meg oda, itt lesz nekünk a kulcs, ami kellett az egyik kincses ládához, és innen szerintem ide érke... ez nem fogadom el, gyere vissza ki gyorsan, lehet, hogy így ugorva kellett volna úgy megindítani Spyro-t. Na nem baj, gyógyítok majd Sparkson egyet, csak akkor kinyitom ezt, itt vannak benne finom drága kövek, és hogyha mindent jól gyűjtöttem, akkor meg is vagyunk, pálya teljesítve. Na kezdjük akkor a Régmúlt Falva című pályával. Na megérkeztünk ebbe a faluba. Oké, na itt a nagy tesók vannak, figyeld ezt a komát. Óvatosan vele. Mit nevetgélsz? Van itt nekünk egy kihíváspont, Régmúlt Falva, ne sebezzen meg az elektromos padló. Ez a padló, akkor nehogy megsebezzen minket. Várjunk, mikor támad, hogyha közelébe megyünk. Nem támad, akkor ugrok felé, és utána le is győzöm. Itt mögöttünk nincsen semmi, akkor mehetünk tovább, és akkor figyeljünk majd a padlókra. Már találkoztunk néhány elektromos padlóval, de akkor úgy gondolom, akkor itt is lesz még. Hoppá, mi ez a kis tank, hogy kijön itt, milyen itt? Na mit akarsz velem? Hát oda megyek, aztán ennyit erről. Ott van még a nagy ellenfél, ő fogom is legyőzöm, jön a következő kicsi, neki is annyi. Habár hoppá, itt még azért figyeljünk oda, mert vannak itt gyűjteni valók, csak hát növényzet elbújtatja. Igen, tehát figyeljünk oda, hogy gyűjtsük. Sőt, itt is van itt valami, hát nézzem. Ezekről a lövöldözgetésekről nem volt szó. Nem is nagyon, eddig nem is lőtt annyira. De akkor most már tudjuk, ez a képessége akkor annak az ellenfélnek. Hoppá, figyeljük, mi van ott. No skydiving, itt akkor nem szabad leugorni, hát komoly kis felirat. Jó, legyőzzük, ő támadni akar, vagy lőni, legyőzzük, na hát nézem csak, gyere, jó sokat lő azért, tényleg, jó. Eddig még olyan padlóval nem is nagyon találkoztunk, ami azt illeti. Várjál, itt most kikerültem egy helyet, itt van egy élet, ezt elkérem, várjunk, ott lövöldözget, itt is. Itt a növényzetben nagyon nagy... győzzük már le ezt az ellenfeled meg őt is. Oké, ezek itt milyen fejek, hát nézzem csak. Itt van még valaki, mert itt oldalt kerültem, és itt ez lett volna, én meg arra kerültem ki ezt az épületet, meg itt drága kövek. Na itt valahol biztos hagyok el, vagy hát így próbálok visszafelé haladva is figyelni. De lehet, hogy Spark segítségét kell lesz majd kérni. Na szóval ott van nekünk az elektromos padlók is, illetve egy sárkány, akit kiszabadíthatunk már is. Igen, ezek az ellenfelek már voltak, ismerjük, de előtte Cloudot szabadítjuk ki, és hallgatjuk meg a tipjét. Óvatosan Spyro, a gnorkok az út ezen szakaszán felfedezték az elektromosság elejét, megrázó élményben részesíthetnek. Hát ez igaz. Akkor figyeljük, ott még ott gitározott is, úgy láttam azt a gnorkot, de egyébként csak meg kell várni. Hoppa, még ott egy ilyen, de milyen jó szemüvegben vagy, nagyon kemény. Nagyon keményül néznek ki a karakterek. Itt a másik oldalt is van drága kő. Meg itt mögötte megint ellenfél. Hát ez nagyon komoly. Tényleg itt mindenhol oda kell figyelni. Na lássuk, támad, aztán mehetünk. Utána szokott, még direkt van egy ilyen animációja, hogy ott gitározik. Tehát amíg ő gitározik, addig mi nyugodtan le tudjuk győzni. Ez a nagy ellenfél, illetve a kicsi már is lők, és hiába lők, jövök, ellököm, ez az. Itt pedig vannak ilyen megerősített ládák, ezeket szerintem nem kulcssal kell, nincs rajtuk lakat, úgyhogy valami mással mondjuk, várjál, nem, ott van né, az ott szerintem pont egy tűzi játék lesz, az lesz. Oké, na menjünk tovább és figyeljünk akkor ezekre az elektromos padlókra. Jó, mehetünk, hát biztos később azért bonyolultabb lesz, igen, ahogy az ellenfél is ott van, na várjál,
és támadok. Jó, figyeljünk, mert ez lövöldöz, tehát direkt kerültem ki, és így nyugodtan tudtam előrébb haladni. Ezekre fel majd csak szerintem később tudok ugrani. Na várjál, először ezt legyőzöm. Utána remélem, hogy itt szélen el tudok menni, anélkül, hogy az a nagy rám ütne. Itt szélen próbálom megközelíteni ezt a kicsit. Jó, hát sikerült is. Mit nevetsz? Ha, haverodat legyőztem. Na nézzük ezt a sárkányt. Ciprin kiszabadítva. Ez a sárkány. Wow, az igen. Jó, szép munkos pár egy nap. Elsztorizhatod minden sárkánynak a csodálatos kalandjaidat. Hát az biztos ugyanúgy, mint te. Egy búzaszállal. De amit én kijutni ebből a mocsárból. Ez is jó, ez is jó. Minden sárkány kiszabadítva most már. Ó, itt is van egy élet, azt elkérem. Itt erre pedig, aha, jó, itt van egy kis rejtekhely. Ha lehet ilyet mondani. Oké, ezeknek annyi. Akkor először még maradok ide lent. Ez az, wow, az az ellenfél mit akart. Helynye. Itt is van, hogy ide ne ugorjunk le. És erre pedig néhány drága kör. Oké, megvan akkor itt a földszinten szerintem minden. Megyek fentebb. Tehát itt volt az a lépcső, ahonnan én elindultam egy másik irányba. Támadás volt, jövök, legyőzem őt. Oké, nevetgélhetsz nyugodtan. Na, ő fog lőni, és ő is, tehát akkor itt inkább szerintem ebbe az irányba charge-olok, egy rohanást kell megtenni, így is őt legyőzni, aztán ugrottam, mert gondoltam, hogy támadsz még mindig, de így legy... Hoppá, várjál, ez... Ja, aha, szóval itt még van kettő ilyen kincs, ezért már is lejövök, és megszerzem. És utána akkor itt visszamegyek, mert itt már jártam. Na és talán a legnehezebb van itt, vagyis hát talán, ha már nincs több. Tehát itt támad, és akkor nekünk el kell indulni. Jó, aztán legyőzik a nagyobbat is, de még ott lesz. Tehát azért gondolom, hogy talán a legnehezebb, mert itt át kellett úgy siklani, de itt van még egy, sőt, itt messzebb kell siklani az ellenfélért. Menjünk oda csap. Jó, most indulok, elkezd úgy zenélni, és utána legyőztük, rendben van, akkor igen, kihíváspont megszerezve, ez volt akkor az a kihívás, hogy ne rázzon meg az elektromos padló, eljöttünk így idáig a hazatérésnek a portáljáig, onnan mehetünk haza, de hát előtte még azért van még mit tenni. Innen, várjál, onnan ide lehet, hogy fentre kellett volna inkább ugorni. Vagy inkább innen, ez amúgy is magasabb, és talán akkor így elérek odáig, ez az. Jó, itt akkor még gyűjtögetjük a drága köveket, mert itt ki van alakítva. Hoppá, mi volt az? Valami, mintha valami csörgött volna. Oké, és innen, hát neki indulhatunk és glide-olhatunk, és akkor itt bal szélen megérkezünk erre az épület tetejére, és akkor innen kell nekünk a további gyűjteni valókat megszerezni, illetve akkor begyújtani a tűzi játékokat. Itt az egyik, amit elindítok, illetve itt a másik, amit szintén úgy elindítok, és akkor oda jutnak ahhoz a kettőhöz, amik ott voltak. Ide fent még majd itt lesz. Várjál, ez nem oda? Hol a másik tűzijárt? Nem gyújtottam meg a tűzijárt? Egy másikhoz, mert lehet akkor van egy harmadik is, amit elfelejtettem. Mert az még ott van, hát ha-ha, mi újság van? Jaj, ott van, odalent akkor. Ezt nem is vettem észre, itt van még. Akkor ezzel meg azt lövi át. De akkor a harmadik az hova ment? Na ez jó kérdés! Annyi biztos, hogy innen odáig nekünk át kell ugorni. Lehet, hogy itt tölt össze egyet. Lehetséges, de a 400 az meg is van, viszont van itt egy achievement, ami a tűzi játékokkal kapcsolatos, tehát ide fent vagyunk, ez az első, az a második, és odalent a harmadik tűzi játék, kezdjük, meggyújtom az elsőt, átugrok ide, meggyújtom a másodikat, leesek ide, és meggyújtom a harmadikat, ezzel pedig megvan nekünk az az achievement, ami azt kérte, hogy mind a három darabot gyújtsuk meg 15 másodpercen belül. Rocketeer című achievement. Következő pályánk a ködös láb. Aztán mit voltak azok a nyulak, amik olyan nagy... Igen, itt voltak. Azoktól mindig úgy megijedtem, hogy milyen nagy szájuk, vagy mi van. Hoppá, itt egyből nem megyünk mi előre. Mindig szétnézünk, hogy van-e valami... Wow, ez mi ez a Rambo, hogy ki akar itt, mit akar itt? Nézd meg, hogy van nála az a kés. Figyeld egyből, hogy bántani akar minket.
minket. Na várjál. Gyere ide, aztán ho, én meg nagyot ugrottam, vissza. Minek ugrottam én olyan nagy? Itt pedig, mi a baj? Segíteni akarsz Spyro-nak, meg Sparks-nak? Hát akkor kiszabadítalak. Egy achievement fel. És akkor, hogyha már itt van, akkor meggyógyíthatod kedves Sparksomat. Köszi szépen. Na mennyi. Hadd nézem, csak megint úgy kinyitják. Vagyis hát én mindig nyulaknak neveztem, de amúgy olyan nagyra nyitották a szájukat. Hadd nézem. Wow! Tényleg! És most nem is olyan sötét ott úgy a szájuk, hanem tényleg, mintha egy száj lenne, mert úgy emlékszem, teljesen a fekete volt, ahogy így kinyitotta, teljesen a fekete, de nem tudom, valami gyökérguma, vagy mi az, vagy krumpli, vagy nudli, vagy mi lehet az, de nekem mindig nyulakra emlékeztetett. Szóval, ja! Önök ide, elmögé nem lehet, ja, elmögé nem, ott nincsen semmi. Odafent viszont van, szóval majd oda valahogy feljutunk. De előtte még ide átugrunk, és akkor hát egy élet van itt, illetve... Jú, ezek is komoly ellenfelek, azt hiszem, hadd nézem, csak gyertek, gyere. Mi újság van? Nézem csak azt a kis komát, nekem ezek a kis békák, nekem nem tetszenek, várjál, mint akartok, emögött itt lesz valami, így bizony, itt már van, oké, rendben vagyunk. Értem én nagyjából, hogy már hol vannak a rejtett dolgok, tehát ezt így kell, nagyon jó. Na megint jöhetnek a nyullak, ahol most már nyugodtan megyünk, aztán hiába próbálkozik a fogyasztással, minket nem ehet meg, de vigyázzunk, drága kövek, nehogy ott lemaradjanak. Ezen tudunk tovább szaladni. Na mi van? Hiába a késod kergetnek. Na jó, nézzük csak meg ide fent. Na jó, semmi, csak a sárkányunk. Illetve arra még tovább tudunk menni. Na nézzük, mit mond a sárkány. Roscoe! Húha! Na lássuk, csak ez milyen bestia. Hoppá, légy résen. A támadó békákkal mindegyikük egy hidegvérű gyilkos támadó békának. Pedig ennek egy szép macsárnak kellene lennie. Hát igen, azokat a békákat szerintem azokra a kékekre gondolt már legyőztem. Na jó, ahogy látom, először jövök ide erre a platformra, és akkor utána majd ott még kerülhetek egyet. De ott a távolba, ott még, hú, ja majd úgy kell lesz majd úgy feljutni. Így milyen jó távolra ellen rá, nem tudom, PS1-nél szerintem nem láttam ennyire ezt az egészet, de az biztos, hogy itt nagyon szépen megoldották. Jó, innen megyünk vissza. Akkor innen a sárkánytól pedig akkor nekiindulunk. Mondja, hogy így, és akkor mehet. Hát nem supercharge, de azért egy jó kis rohanás így előre. Aztán oda pedig be lehet majd esni. De itt még van egy másik hely is, azt hiszem itt át tudok ugorni. És akkor, hoppá, várjál csak, ez nem a Gnork Rules, hogy mi van odaírva. A gnorkok királyak, de hogy királyok, adjuk már az ilyen mellébeszédet a gnorkokról, hát legyőzzük úgyis a főnöket is, Nesty Gnorkot. Na, akkor azt mondja nekünk ez a tündérke, hogy oda lefelé, hát akkor csak nem hazudik nekünk, igaz? Hát nézem, hova vezetett. Jó, hát ide lehozott engem, de nagy sötétség van itt, egy kissé legalábbis. Ellenfelek elbújhattak a sötétbe, hiába mozgolódik, hiába trükközget, én úgyis legyőzem. Mi? Ide is el volt rejtve. Oké, meg volt az a 2-10-es, az jó érték. Akkor kövessük itt a fényt, mert itt van nekünk a következő sárkány. Ez itt nem más, mint Zik. Köszönöm, hogy kiszabadítottál. Hát a kedvenc mondatunk. Pyro 1. Oké, na itt lesznek. Aha, a big. Wow! Ho! Állj, milyen? Nem számítottam, az a vaddisznom azt mondta, hogy én széjjel vágok mindenkit. Az jó volt. Akkor figyeld, ott jön a másik, figyeld, jön megint. Hadd jöjjön, hát én legyőzem. A Spyro-t nem olyan könnyű megijeszteni, illetve meglepni, mint ezeket a gnorkokat. Oké, látom. Na mit szaladsz ide felé? Hát gondolkozz már egy kicsit, mielőtt jössz! Ó, a másik dupla támad! Állj meg! Júj! Én mondom annak a vaddisznónak. És nézzetek oda! Mi van itt? Ki van kivel? Vagy hogy van ez a játék? Fú, te! Jó, itt ne hagyjuk itt a kincseket, majd megkérdezem már ezt a sárkányt, hogy tud-e valamit, mert... Tudod, légy ügyesebb, Spyro! Lehet azt mondja, hogy te figyelj oda, és ne te beszéljél a vaddisznóknak, hogy mit csináljon! Buba! Kiszabadítva. Lássuk csak Bubba, mint mondani. Hoppá, megmondom én neked, mit csinálja azokkal a lényekkel. Zusszék őket. Tipold el, folyts meg, tép darabokra. Ja. És lerolnyuk őket, és pörkölés. Az is jó lesz. Oké, jó volt. És akkor itt van a pálya. Vége. Viszont mi nekünk még van dolgunk, ugyanis ott volt az a
Hú, merről is, várjál? Hát egyrészt mondjuk itt van elrejtve egy valamike, más részről. Oda fent is, mintha... vagy az lenne? Oda fent ott gyűjteni van? Az, az, ládák, így ott van, na. Na, menjünk vissza. De várjál, itt nem visz fel. Itt nincs. Mi a? Hogy van ez? Nem akarod azt mondani, hogyha idáig eljutottam, minden nem tudok visszamenni a pálya elejére, ugye nem mondod azt? Várjál, hogyha oda fel lehet jutni, akkor ott úgy tűnik, mintha az egy lépcsőt alakítanak ki, és... Na várjál, innen akkor ugorjunk el ide. Jó. És akkor innen pedig ide. Oké, itt pedig jó, csak meg lehet oldani. Oké, hát ez komolyabb pálya, hogy vissza is jussunk egyáltalán, azt is jól át kell gondolni, meg kell tudni azt. Innen pedig, innen fentről, akkor, aha, oda, arra a farönkre, így bizony. És akkor onnan pedig eljutunk arra a helyre, amit az elején mondtam a pályának. Jó, hát itt végig megyünk az összes norkon, hiába szaladnak felém. És ide fent pedig azok a kincsek, amiket én már kerestem. Oké, okay. De még ott azt a másik oldalt néztük, azt nézzük meg újra. Másik oldal pedig úgy értem, hogy itt voltunk, csak akkor nem megyünk jobbra, hanem ott balra, arra, ahhoz a gnorkhoz. Innen mondjuk így ugrok egy ilyet, így hol, nem tüzelni kellett volna. De nem baj, legyőztük, oké, okay. Innen megyünk. Idáig. Szép. Szép ugrások, ez az. Ott lesznek azok a békák, amik... Na várján, csak akkor ho. Jaj, milyen hosszú nyelvek, milyen támadás! Először inkább jövök ide szélre. Így. És utána megyek el lennünk. Hát ilyen. Ho, az a szivárvány nyelves, békás mindenit. Hú! Na jó, megérkeztünk akkor erre a helyszínre. És akkor hoppá! Na várjál, itt akkor először a békákat vagy? Várjál, csak el, nem ér el odáig a lánk, várjál. De majd azt a karaktert eltalálta a békát, meg nem. Jó, van még egy. Oké, ott lesz még kettő béka, akkor mondjuk először őt legyőzöm. Jó, hátrébb ment. Legyőzöm őt, ugrok, mert a béka támad. Jó, aztán... Ah, meg a kettő között ott van egy, de őt... Hú, ha várjunk, azt mondja, hogy valahogy ő hozzá el tudok érni. Aha, jó. A gnorkoknak a támadását azt úgy beindította, és utána pedig le tudtam győzni a középen lévő kis békát. Démont kiszabadítottuk. Na mit mond erre a nagy csatára? Köszönöm, hogy megmentettél, még akkor estem ebbe a csapdába, amikor annyi idős voltam, mint te. Ez komoly. Jú, hát az nagyon régen volt. Én meghallgattam volna pedig. De akkor jól felnőtt. Úgy lett egy öreg sárkány, hogy fiatal sárkány volt. Hát az igen. Na lássuk, hát erre itt nem lehet menni, úgyhogy maradunk ebbe az irányba. 500x500, és így 100%-os a ködös láb. És akkor jött az egyik kedvenc pályám, a lombkőség, a Treetops. Itt aztán kellett supercharge-olni. Na már is kezdődik a pálya úgy, hogy szaladgál bizony. Az a tojást. Wow, egy banántolva, az pedig itt van. Hú, pedig én kedvelem a banánt egyébként, úgyhogy nekem dobálhatja, megeszem szépen. Várjunk, ide nézünk csak szét. Oké, itt az örvény, az csak idehoz fel, igaz? Mert onnan lentről. Hát ez egy olyan komoly összetett supercharge-os pálya, az egyik kedvencem, de most nekem vissza kell szokni hozzá, úgyhogy egy-két-háromszor biztos leesek majd, hogy is kell ott kanyargózni a supercharge-okkal, de azt tudom, hogy ebbe a játékba is úgy gondolták, mármint egy a trilógiába is úgy gondolták, hogy fontos a supercharge, mert van egy ilyen achievement, hogy ugorjunk mindegyik supercharge-ról le legalább egyszer, és akkor azt majd feloldjuk. Na itt is van egy kulcsocska, köszönjük szépen. Oké, nézhetünk itt tovább fölfelé, és akkor hoppá, banándobálókáim, de szépen mosolyogtok, de azt a banánt ne dobálnátok ilyen serényen. Na jó, gyertek akkor, nézzük, hogy dobálóznak azt az életet, közben ne hagyjuk ott Sparks, jól van, hogy figyelt. Oké, azt hiszem itt összeszedtünk úgy mindent. Hú, figyeld, mennyit fogunk ugrándozni, meg milyen messzire. Itt kezdődik a supercharge innen ott. Tehát arrafelé körbe végig. Jó, ez komoly lesz. De előtte szerintem még megnézem azt a másik helyet, mert innen indultunk. Mármint, hogy hát idáig jutottunk, és akkor innen én azt az irányt választottam. Megnézem már, hogy itt mi a helyzet. Ott van már röhögcsér! Itt már nem csak kék tolvaj van, hanem már van a piros is, ahogy látom. Oké, hát nézelődök, hogy kell lesz, meg mint kell lesz ezt a percsárgyolást csinálni, mert tudom, hogy jó nagy kanyargózásokkal kell lesz.
Nézd, felkelt mindenkit, szegények alukálnának, és akkor felkelt. Szabad ilyet csinálni? Azt nem tudom, hogy szabad-e, de szabad a lakatot. Kinyitjuk, így pedig a kincs a miénk. Köszönjük szépen. Mehetünk is itt föl, és akkor itt van egy sárkányunk. Mellette kincsek, kérem szépen, és akkor kiszabadítjuk Isaac-et. Lássuk, Isaac. Spyro, ha ugrasz egyet a gyorsítópálya végén, nagyon messzire repülhetsz. Biztos kipróbálom mindegyiket, ezt le lehet fogadni. Igen, ott van egy nagy ugrás, és akkor ott a másik is. Aztán valahogy úgy kell, hogy innen így keresztül, és ez is egy szupercsás, de ezen visszafelé oda, és innen meg el valahova messzire, valahogy egy ilyen, ez jó ez a pálya amúgy. Sokszor leestem, és szerintem most is sokszor lefogok, de a lényeg, hogy jól szórakozok. Úgyhogy kezdjük ezt a supercharge-ot. Nézzük, mondja, itt így ugrok egy ilyen. Jó, azt elütöttem. Annyi elég volt. Nem tudom, hogy kellett-e tovább vinni, de szerintem itt nem. Itt szerintem ez zsákutca. Tehát ilyen kanyart azért bevenni szerintem azt nem lehet. Én legalábbis úgy gondolom. Oké, még egy élet. Jó, mondja, itt van még néhány ellenfél. Oké, és szevasztok. És itt pedig még egy supercharge-hoz vezet. Hogy vezet? Hova? Ja, oda felülre. Szerintem oda a kis kunyhóhoz. Vagy pedig itt még el lehet oda is ugrani. És az nagyjából a pálya eleje, mert azt hiszem onnan kezdtük, ott volt az az örvény. Úgyhogy menjünk először, aztán ugorjunk rá innen. Így, habár nem felülre. Oda több kell lesz szerintem, hogy oda felülre felugorjak. Itt lesz a vége, a hazatérés. De hát mire mi eljutunk odáig? Kell lesz itt ugrálgatni. Ez egy király. Na várjál. Akkor ott felülre nem tudunk csak így simán eljutni, vagy várjál, ez szerintem nem oda visz, ez oda visz szembe, oda a supercharge-hoz, igaz? Aha, igen, és akkor menjünk vissza az elejére, mert ez a supercharge gyorsítópálya, ez csak ennyi volt. Igazából szerintem innen csak annyit kér így a játék, hogy jöjjünk ide, és akkor itt vagy megyünk azzal, vagy pedig ennek a tetejére feljövök. Ja, szerintem itt is kell supercharge-al menni valami, úgy bizony, és itt neki lendülni, vagy várjál, de itt hova lendülök neki? Hogy minek megyek ide? Hát nem tudom! Jó kis felfedezés újra, még jó, hogy rég játszottam, mert mondjuk nem tudom, idén játszottam volna a Spyro 1-jel, PS1-en akkor nagyjából tudnám szerintem, de így a felfedezés újra, hát igen, ezért jók a remasterök és a remake-ek, mert akkor így újra átélhetünk ismerős élményeket és jó érzéseket. Na itt már voltam, csak nem ugoltam át ide a sárkányhoz, úgyhogy jöjjünk ki, és akkor Lyle-ot szabadítsuk ki. Ő mondja, megint szerintem valami supercharge-os tippet, nem? Szava Spyro, lombközség teljes bejárásához. Ne csak egy gyorsító pályát használj. Oké, rendben vagyunk. Bizony, hát először akkor itt nézzünk szét. Van egy gyűjteni való, és akkor hát majd először megyünk egyesével a gyorsítópályákon, de aztán majd megyünk egymás után többet is használunk, mert oda például oda eljutni úgy lehet, hogy többet kell, tehát hogy innen kell lesz indulni, és ha jól tudom majd használni valamelyik másikat, de honnan és honnan? Talán onnan, tehát itt ez a gyorsítópálya, de onnan kell lesz így visszafele erre, majd Spyro felé ugrani valahogy úgy. Úgy emlékszem, és akkor átugorjuk itt az egészet odáig, ha jól emlékszem. Na de menjünk először szép lassan, először egy ugrás, nem durcázunk mi tovább, hanem szépen így ezt az egy ugrást nézzük meg, és az ellenfeleket győzzük le. Oké, és gyűjtjük össze itt, mert onnan például arról a supercharge-ról már például lehet itt menni, és akkor itt tovább rá majd erre a gyorsítópályára szerintem ezt úgy kell onnan majd átugorni, és akkor egyszerre kettő aktiválásával mondjuk, hoppá, meg is van az öcsém, mert már akkor végig is próbálgattuk a supercharge pályák, vagy a, hát a gyorsítópályákat, szóval az úgy elég jó, tehát már az biztos, hogy végigmentünk mindegyik supercharge-on, de most már ezeket kell lesz majd kombinálni, például ezért, ezt azért össze kell törni, és azt azzal lehet, itt pedig, de hát akkor ilyenkor kell, akkor, hát
hogy mondjam, lassan neki indulni, mert ez így működik csak. Az a fő kiinduló pont, tehát most oda megyek vissza, azt már láthattátok, amikor itt erről az örvényről elindultam, én úgy szoktam, vagy hát nem tudom, hogy szoktam, de azt tudom, hogy most így csináltam, hogy ide eljöttem, és akkor ezt használom, utána pedig ez a pálya eleje, ahonnan már láthattátok, hogy hogyan jutok el oda a Supercharge gyorsító pályához, pedig hát de én erre akartam, akkor nem kellett volna ugorni, szerintem onnan nem kell ugorni, ennek neki megyek, ez egy 10-est eredményezett. Na tehát akkor Supercharge-ot használjuk, ez a fő Supercharge, egy ugrás ide, aztán egy kisebb ugrás ide, innen pedig jobbra tovább ugrás erre, wopó, na egy nagy ugrás itt jobbra, akkor ide, de megint, hát ez nem hiszem el, ez jó. Jól fog esni, amikor sikerülni fog. Várj, most jó, erre, és innen föl, hop, glide, oda siklunk, kapd el, ez az, jó, megvan a titok, jó, így bizony meg vagyunk, akkor ki szólalt meg, ki ez a tolvaj, nem tojás van nálad, én azt jól látom, de attól függetlenül, én nézd meg, hogy elmegy, attól függetlenül még legyőzöm, és a sárkányt, Jedet kiszabadítom. Jed pedig annyit mond, hogy ügyes vagyok. Na ez aztán defi volt, Spyro. Sokat tanultam már fiatal szánybontogató kölyökön. Igen, most találtam volna könnyebben elérhető helyet itt. Hogy beszólt, Spyro? Hát igen, ez nem valami egyszerű ezt elérni, de miután elértük, hú, király. Viszont van még egy titok, vagy hát nem feltétlen titok, ott a hazatérés portál fölötti rész, azt is elérjük. Viszont azt nem innen kell elérni, nem erről a Supercharge-ról, hanem erről a másikról, ez a mellék Supercharge, vagy hogy szeretném, erről kell nekünk indítani azt a bizonyos gyorshajtást. Kezdjük is el, innen jobbra ugrok át, ez a kis alap dolog, ahol mi kezdtük a pályát, az volt. Ú, gyors, jobbra, vagy ugrás, jó, itt a következő Supercharge, és innen pedig BUM! Meg is érkeztünk, rendben van, oké. Minden jó. Hiába szólongat ez a piros. Hú, legyőztük. Ok, megvan. Akkor tőle is a drága kölyv. Most már csak ez a kettő kell nekünk, igaz? Ez még megadja. 500/500. Ezáltal pedig a pálya teljesítve. Most pedig akkor a pályák után menjünk a repülésre. Ez itt a vadrepülés. Oké, annyit kér az öcsémben tőlünk, hogy ne szálljunk le. Mármint, hogy a földet ne érjen a talpunk. Talán így tudom megfogalmazni rendesen. De itt a... hát ilyen. Nem baj, így legalább látom, hogy ládákat, boltíveket, repülőgépeket és csónakokat kell majd kiiktatni. Vagy hát így elfújni. Hát akkor kezdjük akkor a kapu. Hát boltív, igen, én kapunak neveztem mindig is. Nem mondom, hogy az nem szebb szó, mert a boltív az tényleg egy szép szó. Én legalábbis úgy gondolom. Csak én valahogy mindig gyűrű, meg kapu, aztán kész. Ó, egy hol maradt? Nem már. Egyet kihagytam. Vagy várjál? Hát nézzem. Ott kell még bemenni valamelyikre. Hol maradt egy kincses láda? Lehet ide bent lesz alul. Nem, itt a Wumpa Juice-nál nincsen semmilyen. Valahol én ezt nagyon kihagytam, de nem veszem észre, hogy merre. Lehet ott, ahol elkezdtem a kapukat gyűjtögetni, lehet ott. Nem baj, de megvannak a repülők, csak már jár lefelé az idő sajnos. Ja igen, itt volt, itt van, és oda nem szabad leesni. És itt vannak még akkor nekünk, hát egyrészt a csónakok, lenne száj. Hát akkor menjünk a csónakokkal szembe, az mindig segít, sőt, 3 másodperceket, nem hiszem! Megvannak a repülők és a ládák, és onnan indulok visszafelé. Tehát először itt nem a kapun mentem, hanem mentem inkább a ládáért, és akkor itt jövök vissza a csónakokat először, mert 3 másodpercet adnak, ami nagyon értékes nekem, és még maradt még 3. Itt mondjuk akkor körözök egyet a kapun, visszanézek, van-e még csónak itt, érkezik bizony, érkeznek csak szép lassan a gnorkok. Itt van még nekünk, hol van? Ez az utolsó, nem? Óvatosan, hol van? Ja, itt jön az utolsó talán. De ne, leesett! Szerintem, mintha hallottam volna a vizet éppen. Na nézzük, a kapukat elérem el még, mert van még néhány másodperc, 2 kapu hiányzik, itt lesz fent egy. És az utolsó pedig, ha itt van, akkor elérem 3, 2, 1, nem érem el, na gyerek, nem értem el. Pedig jó volt az a taktika, csak ott a végénél, ahol voltam
hajókkal és a kapukkal, ott nem voltam elég hatékony. Még kell 3 hajó, meg néhány kapu. Itt most megyek felül, aztán le a hajóért, aztán megint a kapu, itt jön egy utolsó? Nem, ez az utolsó kapu. És így lett meg, és meg az achievement is, I believe it's time for me to fly. Ja, ezt így énekelve kellett volna, hogy I believe I can fly. És akkor kész a pálya. És akkor jöhet a boss fight, a metálfej. Metálfej, itt van nekünk a bossunk. Fú, micsoda helyre kerültünk itt. Van egy kihívásunk itt is, győzd le sérülés nélkül. Hát akkor először menjünk el, és érjük el egyáltalán azt a bosst, hogy ő érkezzen. Hova küldted? Jó, hát annak annyi. Hát annak annyi küldöd, a másikat is küldjed, akkor hadd szóljon a banánozott micsodáját. Hát ilyet. És aztán a drága követ hova dobja, vagy mi van, hogy úgy elszalad? Hát remélem megadta azért a drága követ, hogy az az ellenfél úgy, hát fogta magát, aztán legurult. Mondjuk, hogy másik küldte el, ez is igaz, fogta magát, azt lehajította. Na jó, nézzünk szét, itt van egy kis komán, ő dobálózik egyből, ő pedig rugdalózik, vagy hát ütöget, mit tudjam én mit csinál, de győzzük le. Oké, odafent lesz egy élet, illetve, ja, itt vannak a drága kövek, viszonylag rejtettem, de azért elég szép színesek, hogy könnyebben észrevegyem. Szóval oda fel kell lesz majd repülni egy magaslati pontról, ami talán onnan fentről lesz, azt hiszem. Vagy majd meglátjuk, hogy mit lehet még felfedezni és elérni. Oda leesni talán nem, vagy wow, álljon már, megint nem így akartam leesni! Na jó, menjünk aztán így ellene, mert ő dobálózott szerintem. Ő dobott le úgy engem, na várjál, banános ott van mellette, na menjünk enneknek. De hogy tudott olyan gyors banán dobni, hát nem igaz. Gyors banán, hát ilyeneket, na várjál. Szóval itt a másik lépcsőn mehetünk föl, jó, itt, na várjál, gyerek, küldjétek. Eljut úgy legyőzön, gyere, kemény feje van Spyro-nak, figyeld milyen kemény feje van, éppen csak neki megy aztán annyi. Ó, nem igaz, hova rugdalózik, olyan csú. Jó, várja, itt nem volt egy gyógyítókás, de hogy nem. Itt ide lent, én úgy emlékszem, volt itt valami, várjál. Nézzük szét még tovább, hogyan lehet. Hoppá, banánna, vigyázz. Ott van a sárkány, és utána jön a metálfej. Boss fight, igaz? Aha, ott a boss. Akkor előtte még hadd nézzék csak szét. Úgy gondolom, itt bal szélen kell hadni. Így itt valahol le lehet érkezni ide. Innen pedig, aha. Emlékszem, itt volt valami titok itt. Volt valami titok, ugyebár? Bizony, hogy volt itt titok. Hát azért végigjátszottam én nem egyszer. Mondjuk jó, régen, az igaz, de nem egyszer a játékot. Szóval vannak dolgok még, amire emlékszek, és ez is közéjük tartozott. Hú, várj, ez egy fej volt, vagy mi egy hú, tényleg, mint egy fej. Oda lent még vannak kincsek, jó, menjünk el, értük, gyertek ide kincseim. Akkor volt ott egy örvény, ahol megérkeztem. Meg itt egy élet a sarokba, azt köszönöm, elkérem. Itt pedig akkor ez hova visz fel, remélhetőleg innen lehet majd akkor elük, úgy bizony, ide a magaslatra, és akkor innen pedig el tudok úgy ugorni egészen odáig, amit már vettem úgy korábban. És elkérem, ez az. És akkor most már úgy gondolom, következhet metálfej, mert szerintem itt meg van minden, ami csak kellett. Na, szabadítsuk ki ezt a sárkányt, és akkor szedik ki, megnézzük, hogy mit mond nekünk. Tippet, ha metálfej teljes töltéssel vár rád. Energiaosztopok támadásával megszakíthatod az áram ellátását. Köszönöm szépen, tehát akkor az oszlopokat kell nekünk kiiktatni. Vannak pirosak, vannak zöldek, szerintem ezzel egyértelműek. Akkor figyeljünk és nézzünk szét. Jó, hogyan támad, dobálgatja úgy tűnik nekem, vagyis hát dobott egyet, egy olyan banánosat, de hova? Ja, semmi, szerintem csak elhajította. Dobta a nagy ellenfelet is. Csú, hát ez elég kegyetlen ez a metálfej. Ott van még egy banános, komán, gyere dobjad akkor. Jó. Saját oszlopodot tönkre teszed, semmi gond, hoppá, aztán lövöldözget, jó, nézzünk szét, várjál, azt nem, ez lett most zöld, így ez rendben, és akkor az is, jó, így legyőztük, oké, összeszedem itt még a maradt drágaköveket, kincseket, mert ahogy dobálózott az ellenfeleket, de hát mennyit tud dobni, hány ellenfelet tud eldobni, várjál, odafent, ja lehet, hogy mondjuk itt maradnának, hogyha
hamarabb legyőzöm, vagy nem tudom, milyen gyorsan lehet legyőzni, de lehet, hogy akkor ott marad, vagy ideadja egyszerűen, tehát lehet, hogy ide ott van fent megint egy ellenfél neki, és ugyanaz a gondolat itt, hogy az oszlopokat kell kiiktatni. Na kezdjük el akkor mondjuk ezzel, hoppá, már is támad. Oké, hát úgy megkönnyíted a dolgomat, várja, annak is annyi, gyere, dobjatjuk nyugodtan, azaz, én ezt szeretném akkor most, jó, jövök ide, várja, támad, ja, dob, akkor én közben meg azt a kettő oszlopot úgy legyőzöm, puf, metálfejnek, annyi, így vége, kihívás pont, megszerezve, mert nem talált el, tehát sérülés nélkül teljesíthettem. Oké, hát itt van itt valami lépcsőféleség, ezen itt tudunk titkokat keresni. Oké, a vízesés mögött mindig van valami, és ez ebben a játékban is így van. Azt a kulcsot, amit megszereztünk, itt tudjuk felhasználni, ezt a kincses ládát tudjuk vele kinyitni. Oké, hát itt nem mennék úgy keresztül azon, nem tudom, hogy az sebesülés vagy valamit okoz-e, de én azt mondom, hogy az hagyjuk csak úgy. Akkor nézzünk szét, van itt még, hát valaminek csak kellene, még nincs a pálya teljesítve. Aha, itt van még gyűjteni való, bizonyán a hazatérés, de még volt egy örvény ott korábban, ami... itt volt, ez az, nézzünk ide föl. Aha, itt vannak még drága kövek, jó van, át kell oda szembe még ugorni. Jó, a kérdés mondjuk, hogy ezen kívül, ja még ott nem figyeltem, hogy ott van egy. Jó, akkor megyünk az örvényről. Ez az ötös, végig a másik oldalt, figyeld, csak meg a másik oldalt van. Oké, itt van a kincses láda, és ezzel lett 500/500, Gems in the Rough nevű achievement, hogy megszereztük mind az 500 drága követ metal fejpályán. Így a szörnyidézők világát 100%-osan teljesítettük mindegyik pályát, ami azt jelenti, hogy jöhetünk a léghajóshoz. Kray, sokkal jobban érzem magam már most, hogy ennyi sárkányt megmentettél. Ugorj a léghajóba, és elvezetlek az álomszövők világába. Így bizony, folytatjuk a végigjátszást az ötödik világgal. Hú, azta! Utazunk ide, ebbe a világba. A lejátszás listába az eddigi négy és a további dolgok is benne lesznek a Spyro Reignited Trilogy végigjátszásomban, úgyhogy arra lehet kattintani, hogyha a kalandot akarod folytatni. Találkozunk legközelebb.